10-szeresére növelte az ország aranytartalékát. A Nemzeti Bank eddig picivel több mint 3 tonna aranyat őriztek a jegybankban, most ezt 31,5 tonnára emelték. Repülővel hozták a 12,5 kilós aranytömböket Budapestre, természetesen különleges biztonsági intézkedések mellett. Utoljára 70 éve volt ilyen komoly aranykészlete Magyarországnak. Azt mondta Matolcsy György, hogy mindez növeli a biztonságot és erősíti a nemzeti öntudatot. Az M1 értesülései szerint a 27 tonna arannyal megpakolt Antonov típusú teherszállító repülőgép hétfő éjjel landolt a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A körülbelül 100 darab egyenként 12,5 kilós aranyruddal megrakott raklapokat targoncával emelték ki a repülőgépből. A szállítmányt a 2-es terminál épületében vették át a Magyar Nemzeti Bank munkatársai az eladó megbízottjától. A műveletet a terrorelhárítási központ állig felfegyverzett munkatársai biztosították. Az aranyat a hangárban értékszállító teherautókra rakták, és a TEG biztosítása mellett az őrzésére kijelölt helyre szállították. A Magyar Nemzeti Bank aranytartaléka ezzel 3 tonnáról 31 tonnára, vagyis a 70 évvel ezelőtti történelmi szintre emelkedett, az értéke pedig 1,4 milliárd dollár, vagyis mintegy 350 milliárd forint. Ez az új jelentős mennyiség arany megérkezett, Magyarországon került elhelyezésre, a miénk egész Magyarországé. Jelentős nemzetstratégiai, gazdaságstratégiai és gazdaságtörténeti léptékű döntésnek tartjuk, ezért kértük a figyelmüket. Magyarország ezzel a lépéssel a világ arany térképén az egyik legeldugottabb, leghátul lévőbb helyről a középmezőnybe csatlakozott. Azt, hogy a jegybank kitől vette az aranyat, egyelőre homály fedi, és azt sem lehet tudni, hogy melyik országból érkezett a szállítmány. A Flight Radar 24 repülési honlap adatai alapján azonban valószínűsíthető, hogy az aranygéppel megegyező típusú és Lajstrom számú repülőgép szállt fel hétfő délben Ferihegyről. A repülőgép úti célja Írország volt, ahová 4 órás repülőút után meg is érkezett.